Március 2-án folytatódott Budapest legnagyobb ételosztási akciója. Ezúttal is Rákosmente önkormányzatának és a Rákosmenti Adományáz Egyesületnek a szervezésében osztottak ételt a fedél nélkülieknek, a hátrányos helyzetű családoknak, valamint az egyedül élő kis jövedelmi nyugdíjasoknak. A helyi jótékonysági kezdeményezés idei szezonja március 9-én zárul. Újabb 200 adag meleg étel várta a rászorulókat a polgármesteri hivatal és a kormányhivatal épülete közötti területen március 2-án. A levesek kiosztásában ezúttal dr. György Ruzsa Ágnes jegyző mellett a 17. kerület Rákosmenti polgármesteri hivatal irodavezetői segédkeztek. A kezdeményezés további közreműködői, a Vöröskereszt munkatársai, a Kőrösi Csoma Sándor általános iskola diákjai, illetve Horváth Tamás alpolgármester voltak. A jegyzőasszony kiemelte, hogy 5. alkalommal vesz részt a jótékonysági kezdeményezésben, a karitatív tevékenységeket pedig kiemelten fontosnak tartja. Fontos, hogy tudjunk segíteni azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak, és jó érzés látni, ahogy örülnek és melegen fogadják ezeket az ételeket. A Városháza dolgozói az ételek kiporciózása mellett igény esetén hivatali ügyintézéssel kapcsolatos információkkal is ellátták mindazokat, akik tanácsért fordultak hozzájuk. Konkrétan itt vagyunk, segítünk, meghallgatjuk ezeket az embereket, illetve hát ha van egyéb problémájuk, akár a hivatalt érintően, vagy az önkormányzatot, akkor megpróbálunk nekik segíteni. Konkrétan itt az ételosztás a központi feladat, de természetesen bármiben segítünk az erre rászorulóknak. A hideg időjárásra való tekintettel meghosszabbították az akciót, így az március 9-én ér véget, azon a napon is 13 órától kerül sor az ételosztásra.